Tehát rövidségük ellenére és teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember id és spórolnak velük, mert nem igényelnek hosszú hetekre, hónapokra terjedő figyelmet. Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A novelláknak fontos tartozéka a cím. Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Nincsenek úta emberek, csak rossz egyvezések. Kérem szíveskedjenek terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, és ebben a pozitúrában maradva két lábú közt hátra tekinteni. Köszönöm. Most nézzünk körül. Adjunk számot a látottakról. Íme a világ feltetőre áll. Férfi lábak kalimpálnak a levegőben, visszacsúsznak a nadrágszára. Azok a lányok. Ó, azok a lányok. Hogy kapkodnak a szoknyájuk után? Kérem szíveskedjenek kiegyenesedni. Amint látják, a világ talpra állt, önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sirathatják kedves halottaikat. Az én teljes nevem Boraszlicki Klára Nóra.
Dóra, Anna Mária, Olga, de csak úgy becéznek Kusi. És a bácsi, kicsoda? Az én nevem is Moraziszki, Klára, Nóra, Anna Mária, Olga, és engem is Kusinak szoktak becézni. Érdekes, de hiszen a bácsi csúnya, öreg, és az egyik szeme egészen fel van akadva. Én azt nem egészen értem. Tanuld meg, Kuksi, nincs két egyforma Boraziszki, Klára, Nóra, Anna Mária, Olga a világon. Milyen kell? Bizony, ez nincs másképp. Micsoda, Peresztény József anyagmozgató a CO7514 rendszámú Warburg személygépkocsijával megengedetnél gyorsabban haladt a Stáci utcában. És nem messze a kék barna mozitól belerohant egy szembejövő teherautóba. Szörnyet halt. Még ilyet? Utcában eszméletét veszve összeesett Zetalaki Zoltán, a népszerű színművész. A járókelők bevitték a közeli klinikára, de ott hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival, még vastagyővel is életre kelteni, a jelen színész hosszú haláltosa után este fél 7-kor kiszenvedett. Tetetlenét átszállították a Konstantin intézetbe. A Lír király esti előadása egy tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. Zetalaki késett ugyan egy kicsit, és az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott, de aztán egyre jobban belejött, és a király halálát már olyan meggyőző erővel jelenítette meg, hogy nyílt színű tapsoknak ott értek. Utána hívták vacsorázni, de nem ment. Azt mondta, ma nehéz napom volt. Kedves Feri, ez a harmadik kutya nem tűz. Sajnos egy kicsi rövid az asztalom. Sőt, úgy eszem észre, mintha bicegne is egy kicsit. Hogy ne bicegne, mikor csak három lába van? Jé, tényleg. Nem kell egy nyomorékát kocsi elé fogni? Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám három lábú. Jaj, szegények. Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes sintéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 három lábú kutyát. Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinni, hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban húz. Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négy lábú kutyával? Csak nem fél tőlük, Feri. Én a szúnyog csípéstől is félek. A természet erőben csinyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négy lábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valamitől. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb erre nem is gondolni, Ilonkám. Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért pedig uzatja az autóját? Mert rosszul vezetek. Azt meg lehet tanulni. Félig mezdig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fél. Én nem félek az autótól. Csak, hogy ez a szimka óránként 150 km per órával tud neked. Ne fájdítsa a szívem, Feri. Imádom a rohanást. Maga egy kicsit eltettem. 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, már Siófokon vagyunk. 12 kutyával, ez nem is olyan nagy teljesítmény. Hát persze, hogy nem. Csak, hogy én már Pesten behúztam a kéziféket. Nem túl óvatos maga egy kicsit? Pontosan ez az a tempó, amelyre Telentre vagyunk. Nézzen körül, mennyi ember, és mindenki minket bámul. Irigykednek. Egészen ki van tüllepve a szemünk. Mert látják, hogy a legmerészebb álmaink is megvalósíthatóak. Tan 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 t
azok mi? Kötelek. Azok a belei. Az új állatfajta. Az zoológusok hágai konferenciáján elismertek egy új állatfajtát, melyet a Magyar Államnemesítő Intézet Borsodi telepén tenyésztettek ki. És szaporátlan Gotthó, Varians Hungaricus néven fogadtak be a világos benépesítő állatfajták közé. A szaporátlan Gotthó nem csak kotolni tud, hanem kellő tanítás és gyakorlás után a kikotolt gödröt be is temeti. Egyre patkány, őrzi a házat, akár francia versenytrámokat fordít. Kiváló szerszámlálatos és erdőmérő. Beválik főkönyvelő, filozófus, akár államférfinak is, feltéve megvan a szakdolgozata. Cselekvése mindig célirányos, ígérő képességét semmitől sem veszíti el. Fogyasztása, hasznosságához mérve csekélynek mondható. Napi 2500, na jó, 3000 kalória. A szaporátlan nevet azért adták neki a borsodi tudósok, mert csak egy példán sikerült belőle kitenyészteni, és az, mintha párja nincs, nem szaporítható.